Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Görög Ibolya, hisz reggel óta arról beszélünk, hogy háború van, választások vannak, és azt szeretném, ha felszabadulnának, most gombolják ki kényelmesen az ingjüket, vegyék le a zakójukat, ragadják el a poharukat, amiben a kávéjuk vagy a teájuk van, úgysem kell, hogy beszéljenek, hanem csak figyeljenek minket. Görög Ibolyával fogok beszélni, irigyeljenek engem, és figyeljenek oda minden szavára, mert ez legalább olyan fontos, mint a légoltalmi pincék megfelelő használata. Kezi csokolom, szép jó reggelt kívánok! Ezer éve nem találkoztunk. Hiányoltam, és nagyon, mondom, biztos nem szeret már. De nagyon szeretem, csak nagyon aggódtam, hogy Budapest városnézésre indul, és a Magyar Skanzenba beleesik a Veselényi utcába, ahol a trolik szembe jönnek az autókkal, és véletlenül megszokásból odajön. Tessék megtanulni az új címünk, igen, mint a nagy operetbe, Bajza utcába. Lakik az a cukorfala. Igen. Így van, Bajza utca 26. Drága Ibolya, engedje meg, hogy így szólítsam, mert most mindenki irigységtől fog megzöldülni, hogy így szólítom, hogy van. Én nagyon jól vagyok, én úgy szégyellem magam, de nagyon jó. Lelkileg mondjuk ez a mostani válság, az utóbbi egy hét, ez kicsit azért engem is megzavart, figyelem a híreket, de ezt magamban próbálom megemészteni, és nyilván nem adom tovább a keserűségemet, mert mindenkinek van elég baja ezzel, mindenkit nagyon megrázott, úgyhogy én inkább a Facebookon is, meg baráti társaságban is inkább próbálok azért megint ezt a félig tele pohár ügyet megtalálni, hogy azért mégis éljünk azért tovább. Hogy vannak a kosztosai? Hát az egyik kosztos most a kerekesszékes babi, az meghalt sajnos, a másik kosztosom az is meghalt, de nem én tehetek róla, higgy el nekem, az meg öreg ember volt már. Az is, de most aztán van azért új kosztosom, a szomszédasszonyom végül is rákapott a kóstolókra, mindig viszek kóstolót neki, de úgy effektíven már nem etetek embereket. Értem, a pandémiát hogy bírta ki otthon, hogy nem tudott előadásokra menni? Hát ez szörnyű volt. Én nem. Mit csinált, vagy... új könyvet írt? Hát újat nem írtam, mert már rengeteg mindent megírtam, és ugye nem isszuk sáriga vizet, de az én is tébláboltam, mit csináljak, és van a Nyilvánosság Kerepcéi című könyvem, amiatt körülbelül olyan 8 éve jelent meg, de hát mivel oda föntre szól, hát ezt a kutya nem vette. Nem, fogyott, de hát nem úgy. És mondom, ezt átdolgozom, hiszen azóta már nagyon sok közszereplés téma is megváltozott, bejöttek az internet dolgok, tehát egy csomó mindent. És ebbe tettem egy új fejezetet az online protokollról, majd arról meg eddig, mivel senki nem voltunk benne ennyire a home office-osokban, nem volt róla szó. Úgyhogy ez most egyébként új könyv, hogy egy réginek az átolgozása. Azt akarja mondani, hogy amikor egy zumba beülünk, akkor ne gatyába legyünk, ha véletlenül fölállunk. Hát ne álljunk föl, tehát lehetünk, csak itt fölül kell a tanult embert hozni. És erre most éppen tegnap elő volt előadásom, online protokoll volt előadásom, hogy otthon például, amit nagyon sokszor hibáznak, és hát talán a nézőknek tudok segíteni, nagyon sok szakértő Skype-on kapcsolják a tévébe, így nyilatkozik így. Mondom, ez olvassa. Hát nem, hanem neki le van téve a tablet vagy a laptop ide elé, és ugye mivel automatikusan szemkontaktust teremt az ember, óhatatlanul is, nézi a riportert. A kamera meg itt van. Tehát meg kell szokni, hogy a kamerába kell nézni. Hát igen, ez elég fontos dolog, főleg amikor az emberek beszélgetnek, de ez alapvetően az kell, hogy amikor a gyerek picike, akkor anyuka és apuka megtanítja, hogyha beszélsz valakivel, akkor a szememben. Hát fontosan. És amikor a pandémiáról is beszélünk, hogy maszkban lehet kommunikálni, napszemüvegben meg nem, mert a szemkontaktus a lényeg. Aki nem néz rám, az nincs ott, tehát rá kell nézni. Hát meg az, hogy gyerekednek mi mindent neveljünk, meg azért volna egy pár tanácsom. Az most a divat, hogy a gyermek ugye nem szabad fegyelmezni, a gyermek egyénisége teljesedjen ki. Az a szerencsétlen meg teljesedik, bontakozik, belép az életbe, és fogalma nincs, hogy alkalmazkodik. Hogy nem tudja, hogy alkalmazkodni kell. A gyereket apró korától, nem tudom, meséltem a magának, egy nő hívott föl, hogy hány éves korban kell a gyereket elkezdeni nevelni. Amikor hát mondtam, már késő. Tehát az folyamatosan, hogy köszön gyerekem, ha belépsz, folyamatosan azért kell ráaggatni, hogy a gyereknek jobb legyen. Utána az életbe. Mit tegyünk ezekkel a szegény emberekkel, akik most a háborúban menekülnek és ide találnak hozzánk? Valamikor, amikor fiatal voltam, akkor az izraeli turisztikai miniszternek voltam a tanácsadó, és akkor azt mondtam, hogy a repülőtéren adjunk egy szál virágot, meg minden turistakvel találkozunk, egy dupla mosolt, egy ilyen fülig Jimmy-t, hogy hello, valami ilyesmit.
Hát azért azt hiszem, ezt ma már nem nagyon tudnánk megcsinálni, mert azért ma is bejött az Áhonyból a vonat több ezer ember, nem lehet világot osztogatni. De a pozitív hozzáállás, hát a pozitív hozzáállás, a rámosolygás az mindenféleképpen. És nyilván, hogy aki tud, az segítsen. Na most rengetegen ugye gyűjtenek ruhákat, élelmiszert, mindent. Én azt mondom, és lehet, hogy ezzel egyedül maradok, hogy én inkább segélyszervezeteknek azért pénzt küldök, hogy ők tudják, hogy mi kell, hol kell, meg oda tudják vinni. Tehát én inkább azért pénzt adok, mert ők jobban tudják, hogy mikor kinek mire van szüksége. A Bönébrit például, ez egy zsidó civil szervezet, mi küldtünk Prágába pénzt, mert a prágaiak könnyebben át tudnak menni, és megkérdezik, pénzt nem adnak oda nekik, hanem megkérdezik, mi elküldtük, vásároljanak be, és amire szükségük van, azt adják oda. Hát, igen. Mindenféle toalett dolgokat, mert arra ilyenkor is szükség van, meg ami a gyerekeknek kell. Csokit, cumit, meg pelenkát. Hát meg a nőknek betétet, szóval azért vannak olyan dolgok, amik tényleg alapvetően szükségletek. Szóval én inkább azt mondom, hogy én inkább amellett vagyok, hogy én inkább a pénzt küldöm el, és már háromnak küldtem, úgyhogy valószínű, hogy azért fognak tudni velem mit kezdeni. Na most ön végül is befejezi az otthonülést, mert nem azért született, hogy otthon üljön. Igen. Éveken keresztül dolgozott, most megint folytatni kéne a munkát, és nem zoomon, mert már zimzumolnak az embernek a szemei és a fülei. Én nagyon tudok dolgozni, én tavaly ősztől már én dolgozom, de engem meghívnak. És már amíg a pandémia volt, addig úgy akkor sem, egyszer csináltam ilyen zoomosat otthon, de nem tudok kibontakozni, mert ugye csak ennyit látnak belőlem, úgyhogy az nem jó. Hanem azt csinálták, hogy várjál, van egy új szó, stream. Állok a színpadon, 600 fős terembe, egy szál kamera középen, és nekem ott ugyanúgy le kell játszani, mint hogyha Blaha Lujza lennék. Ez is nagyon kínos, de hát még mindig jobb, mint otthon zoomolni, de aztán ősztől beindult, és nagyon-nagyon gondos szervezők vannak, tehát mindenki maszkban ül ott, fertőtlenítő ki van, sőt, még tőlem is el szokták kérni az igazolványomat, hogy be vagyok-e oltva, tehát nagyon vigyáznak az emberek. Hogy megfertőzze saját magát, amikor egy 600 fős terembe egyedül van. De nem, van. Az most már ősztől egyébként személyesen is ott vannak, tehát van részve, tegnap is ott voltak, vagy 70-en, úgyhogy azért hál' Istennek, hogy megy és mozog és csinálom, úgyhogy ennek örülök, mert nem bírok otthon ülni. Persze otthon ülök, hanem pandémia alatt is. Ugye délig mindig hol levelezés, hol véleményezés, cikket írtam, könyvet írtam, minden. Délután meg átmegyek nyugdíjasba. Görög Ibolya, ön tudja, hogy mit kell csinálni az idővel. Van még egy perce. Nézzen Jákob szemébe, ön az ön kamerája, és használja ki az egy percet, beszéljen Magyarország népéhez és az újonnan befogadott menekültekhez, és nyugtasson meg mindenkit, hogy szép és boldog jövőnk lesz. Mindig abba kell bízni, hogy nyomás alatt nő a pálma, lesz ebből biztos, hogy jobb is. Tessék szíves lenni, szeretni egymást, és nem állandóan panaszkodni, hanem tessék szíves lenni, egy kicsit pozitívat átadni a másiknak, hagy örüljön. Kedves nézőim, az elmúlt szűk 10 percben Görög Ibolyát látták, sajnos a szokás hatalma elvitt 5 percet a beszélgetésünkből, de ígérem, hogy legközelebb legalább 45 percre hívjuk. Ezzel a beszélgetéssel véget ért a Pirkadat reggeli politikai magazin műsorunk. Természetesen lesz Pirkadat Extra. A Pirkadat Extra vendége nem más, hanem dr. Péter Falvi Attila, a NAIK elnöke, akivel nem csak a menekültekről, nem csak a háborúról, hanem a Pegazuszról is beszélünk. Úgyhogy ne maradjanak le a híradó után is, maradjanak velünk. Ne felejtsék el, a híradó az én zsidó szemüvegemen általam vélt objektív híradó következik, és ha építő véleményük van, akkor ragadjanak tasztatúrát, vagy egy ilyen 1 forintos tollat, hazudok, mert legalább 250 forint ma már, ilyennel már békeszerződést is alá lehet írni, úgyhogy aláírás helyett írjanak levelet, telefonáljanak, és ilyenkor szoktam mondani, könyörgöm, nem éjfél után, mert akkor reggel morcos leszek, és ilyen félszemmel fogom tudni csak nézni őket. Én meg szeretek mosolyogva, két szemmel nyitva beszélgetni önökkel, ezt most be is fejezem, velem legközelebb holnap reggel találkoznak, maradjanak velünk, hisz mi azért vagyunk, hogy önök soha ne legyenek egyedül, időközben olvassanak és hallgassanak Görög Ibolyát is. Jöjjön a híradó!